Jó estét kívánok! Ez a Kanizsa TV híradója július 2-án csütörtökön. Nézzük először fontosabb híreinket röviden. Közbiztonság. A Karosi fürdőben és környékén ismét megnyílt a bűnmegelőzési iroda. Járvány után nyitás. Ismét vetítenek filmet a moziban, és az első csoport megérkezett a múzeumba. Tűz. Gabonatábla kapott lángra Miklósfa közelében. Most pedig jönnek a részletek és további híreink. Megnyitotta a bűnmegelőzési iroda az alakarosi fürdőben. Összesen 36 kortárs segítő diák fog szolgálatot teljesíteni a Karosi strandon a mai naptól a nyár végéig. A fürdő számára idén nyáron is kiemelkedő fontosságú a biztonság. Ehhez az egészségügyi szempontokon kívül a bűnmegelőzés is hozzátartozik. Naponta 4 diák végez önkéntes munkát, a rendőri testületet képviselve a strandolók védelmének érdekében. A strand területén úgymond járőröznek, sétálnak egy formapólóba, amelyben segítséget tudnak nyújtani a fürdőzőknek, illetve hogyha valami olyan cselekményt látnak, amely törvénysértő, akkor felhívják a figyelmét a szolgáltat ellátó kollégáknak, akik majd intézkednek ezen a területen. Fontos az, hogy lássák őket, hogy éppen ezért mindig úgy látják el a szolgálatukat, hogy mindig a fürdőzők között, a fürdőzők közelében dolgoznak, és ezáltal tulajdonképpen a látványukkal is megelőzik már a cselekményt. A bűncselekményeket. A tanulók a társaságon és a hangulaton kívül a tapasztalatszerzés miatt szeretik ezt a fajta segítségnyújtást. Segítünk, útba igazítunk, ugye tolmácsolunk, akinek kell, én vagyok a tolmács. Segítünk az elveszett gyerekeket megtalálni. Őket nagyon szeretjük, nagyon aranyosak tudnak lenni, meg ott ülünk a játszóház mellett, nézni is szoktuk őket. Fagyizunk, igazából tényleg nagyon jó nyári hangulatunk van itt. A kortársegítők szolgálati ideje alatt egyáltalán nem, vagy csak minimális bűncselekmény történt a fürdő területén az elmúlt 15 évben. 30-as sebességkorlátozó tábla került ki a platánsorra. Lakossági jelzések nyomán képviselői indítvány eredményeképpen így biztonságosabb lesz a közlekedés. A platánsoron Bodó László önkormányzati képviselő javaslatára vezettük be a 30 kilométeres sebességkorlátozást a Rózsa utcától egészen az Eötvös térig. Szabó István, a Via Kanizsa ZRT vezérigazgatója elmondta, erre a gyorshajtók elszaporodása miatt volt szükség. 50 kilométeres sebességet is bőven túllépve autóztak, főleg éjszakai órákban. Volt is pályaelhagyásos baleset a platánsoron emiatt, tehát be kellett vezetnünk a 30 kilométeres korlátozást, amit majd a későbbiekben a rendőrség fokozottan ellenőrizni fog. Újra járhatnak a kanizsai moziba a filmrajongók, hiszen ma délután elindultak a vetítések. A több mint 3 hónapos bezárás alatt a kanizsai intézményben új jegyvásárlási rendszert alakítottak ki. A jelenlegi rendeletek szerint maszkot nem kell viselni a nézőtéren. Július 2-ától folyamatos nyitvatartással üzemel a mozi, és már érkeztek is telefonos foglalások az első vetítésekre. Hamarosan pedig az intézmény megújult honlapján elérhető lesz a QR-kódos, virtuális mozi jegyvásárlása. Az újításoknak köszönhetően a filmkedvelők elkerülhetik a sorbanállást, és igény szerint választhatják ki az ülőhelyeket, ami a megfelelő távolság miatt is hasznos lehet. Minden előadásra, minden teremre lehet helyre foglalni a jegyeket. Egy-két napon belül online vásárolni is lehet, az most ebben a pillanatban még nem működik, de néhány napon belül ez a funkció is működni fog a honlapon, tehát igazából nem kell majd sorba sem állni, aki nem akar itt a pénztárnál, hanem otthon meg tudja vásárolni majd a jegyét, és egy QR-kód segítségével is be tud majd jönni a nézőtérre. Újra gyerekek zsibongása verte fel a Turi György Múzeum csendjét. Az újranyitás óta ma fogadták az első gyermekcsoportot az intézmény munkatársai. Különböző múzeumpedagógiai és kézműves foglalkozással, kincskereső kalantúrával készültek erre az időszakra, sőt esetenként múzeumi tanórát is adnak a csoportoknak a kanizsai intézményben. Halásztak, vadásztak is gyűjtögettek. Ma az ősemberek életéről tanulhattak játékos formában az első csoport tagjai. 15-20 percben egy kis ismereteket adunk át nekik, de nem szeretnénk őket semmiképp túlterhelni, illetve ezt összekötöttük különböző játékos feladatokkal és mindenféle olyan dologgal, amiben kipróbálhatják mondjuk, hogy az ősember hogyan őrölte a gabonát, vagy milyen ruhákat viselt. Erősen nyom. Aha, ó. Ügyes vagy.
A becsehelyi gyerekek az Erzsébet tábor részeként látogattak el a múzeumba. Az első és második osztályosok érdeklődve hallgatták az előadást, és kíváncsian próbálták ki az őskori gabonaőrlést. Tudjuk, hogy a gyerekeknek a fantáziáját mindig is izgatta az, hogy az ősök, a nagymamák, a szülők, az ükszülők hogyan élhettek, és ez már első osztálytól kezdve érdekli a gyerekeket, a mesékből, a boszorkányok, a hiedelmek, és ezért döntöttünk úgy, hogy hát akkor megnézzük élőben is, hogy hogyan éltek az ősök a tárgyak formájába, tehát hogy a tárgyak beszélnek hozzájuk, hogyan beszélnek, hát úgy, hogy megnézik ezeket a tárgyakat, és így kerültünk ide. A múzeum egész nyáron folyamatosan várja a csoportokat, táborozókat. 5 hektáron égett a lábon álló gabona tegnap Miklósfán. A tűz az aratási munkák során keletkezett a mezőn a délutáni órákban. A helyi lakosok nyilatkozata alapján egyelőre nem derült ki, hogy a munkagépek vagy a meleg okozhatta a tüzet. A lángokat a tűzoltók eloltották, jelenleg tűzvizsgálat zajlik. A helyszínre a nagykanizsai, az alakarusi, a letenyei hivatásos tűzoltók vonultak, akik 3 vízsugárral eloltották a lángokat. A helyszínen mezőgazdasági munkagép is tartózkodott, amely alászántással körbehatárolta a tüzet. Boa Endre életében már több mint 50 éve szerepel a fafaragás. Az iparművész elárulta, hogy bár eleinte a díszítő faragással ismerkedett meg, az évek alatt életpályája a szakralitás és a történelmi szobrok irányába ment. Boa Endre jelenleg több projekten is dolgozik. Ezek között szerepel a Fafaragók konferenciája, mely során egy tematika alapján készülő szobor elemein dolgozik. Továbbá októberben megrendezik az országos népművészeti kiállítást, amin jelenleg munkálkodik. Ezen kívül a Magyar Művészeti Akadémia szervezésében felkérték, hogy az ország Betleheméhez készítsen pásztorfigurát. Én a népies faragással először, ugye említettem is, a díszítő faragással foglalkoztam, de ugye kezdettől már éreztem, hogy a figurális alkotás jobban érdekel, és aztán azzal folytattam, és végül is még egy pont az életemben, amikor találkoztam egy emberrel, aki hát egyházi és szakrális szobrokat kért tőlem, és az a 90-es évek közepén volt, és attól fogva én teljesen az én életpályám a szakralitás és a történelmi szobrok irányában terelődött. Rendhagyó bizonyítványosztást tartott tegnap a Sandia Fitness Sportklub. A koronavírus járvány miatt félbevágott szezonban is taroltak a Kanizsai Egyesület táncosai és köteresei. A sportolók összesen 44 arany, 24 ezüst és 11 bronzérmet szereztek. A csütörtök délutáni évzárón az Erzsébet téren sétálók is megbizonyosodhattak a fiatalok tehetségéről. Jó pár hetet kellett kihagynia a vírushelyzet miatt a szandiás sportolóknak is. A nehézségek ellenére azonban voltak olyan táncosok, akik megerősödve jöttek ki a karantén időszakból. Az egész szandia nagyon hiányzott, és a csapattársaim is nagyon hiányoztak, és a torna az nagyon, mivel oké kert, de nem volt olyan nagy helyem, hogy tudjak akrobatikázni, és egyébként meglepő módon, amikor visszajöttem a szandiába, akkor minden jobban ment, mint karantén előtt. Összesen 5 táncos és egy ugrálóköteles produkció színesítette a tegnapi évzárót. Az új koreográfiákat a sportolók kifejezetten erre az alkalomra állították össze. Minden csapat 4-esével, 5-esével, 6-osával ki, hogy szeretett volna, összeálltak a lányok, választottak maguknak egy saját maguk által választott zenét, és saját maguk koreografáltak rá gyakorlatot, amit mi előzsűriztünk az edzőkkel, és ebből az első 3 helyezett kicsi, és az első 3 helyezett nagylány, ma bemutathatja itt a többiek előtt a gyakorlatot, utána lesz a bizonyítványosztás, ahogy nálunk általában lenni szokott. A bizonyítvány az nálunk úgy néz ki, hogy egy versenyfüzet, amiben az összes versenyeredményüket én egyesével szépen beírogatom. Idén is volt mit a versenyfüzetekbe írni, hiszen összesen 79 érmet szereztek a 2019-2020-as szezonban a szandiások. A
kihívás teljesítéséért édesség járt. A Szikrák táncegyüttes tagjaihoz ez alkalomból Molnár Flóra ismét ellátogatott. Nem érkezett üres kézzel, mert a csoport vezetőjével közösen jutalmat adott a legügyesebbeknek. Meglepetés érte tegnapi próbájukon az ifjú táncosokat. A vendég érkezéséről és a jutalmazásról sem tudtak. A karantén időszak alatt teljesen le kellett állnunk, nem tudtunk dolgozni. Úgy próbáltam őket motiválni, kicsit a kondíciót karbantartani, és különböző kihívásokat intéztem hozzájuk. Van egy zárt csoportunk, amin keresztül mi tudunk kommunikálni, és hát ide töltöttem fel különböző feladatokat, és aki ezeket teljesítette, illetve kis videóban visszajelzett, hogy a feladatot végrehajtotta, ők kaptak most egy kis jutalmat. A jutalmat Molnár Flóra adta át a táncegyüttes tagjainak. Az olimpikon és a Szikrák közt már több éves a kapcsolat. Annó megkerestek, hogy nem jönnék el hozzájuk egy ilyen kis együttes táncolásra, és akkor táncoltam velük majdnem egy órát, és akkor beszéltem hozzájuk, meg elmondtam a riói élményeimet, már nem is emlékszem, olyan rég volt, de próbáltam meg így motiválni őket, meg nagyon jó volt velük beszélgetni, meg ugye én régen néptáncoltam, úgyhogy így az emlékeimet felpestítettem a kis táncolással, és akkor megbeszéltük, hogy támadt ez az ötlet, hogy a VB ugye az itthon volt 3 éve. Molnár Flóra a tegnapi találkozás alkalmával természetesen friss élményeit is megosztotta a fiatalokkal. Az Amerikában töltött karanténidőszak tapasztalatai mellett a jövőbeni terveiről is szólt. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Közbiztonság. A Karosi fürdőben és környékén ismét megnyílt a bűnmegelőzési iroda. Járvány után nyitás. Ismét vetítenek filmet a moziban, és az első csoport megérkezett a múzeumba. Tűz. Gabonatábla kapott lángra Miklósfa közelében. Ez volt a Kanizsa TV híradója július 2-án csütörtökön. Híreinket megtalálják honlapunkon a kanizsatv.hu oldalon. Figyelmüket kollégáim nevében is köszönöm. Viszontlátásra!